megérkezett a szociális célú tűzifa Nyírpazonyba. Ennek megvásárlására idén az önkormányzat 2 millió 700 forint értékű támogatást kapott. A kiszállítás költsége mellett az önerővel együtt további 800 ezer forintot tett hozzá a település vezetés. Pályázni már lehet, személyesen vagy az önkormányzat weblapján keresztül is beadható a kérelem. A feltételek településenként eltérőek, itt is jövedelemhez kötötten bírálják el az igényléseket. A helyi rendelet szerint annak jár a támogatás, akinél az egyfőre eső havi jövedelem nem éri el a 40%-át a mindenkori minimálbér összegének, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetén pedig a fenti összeg 50%-át. Az egyfőre eső havi jövedelem 40 a minimálbér esetén 92.800 forint, 50% esetében pedig 116.000 forint. Beadják a kérelmet, ott már a kolléganők bent meg tudják mondani, hogy akkor nagy valószínűséggel támogatásban részesülve, vagy pedig elutasításban, de a bejelkezett kérelemnek a 95%-a az pozitív elbírálásban szokott részesülni itt a településen. Vágták a tüzifát tavaly a Nyír Erdő ZRT munkatársai. Ez a faanyag is az önkormányzatokhoz majd onnan az igénylőkhöz jutott el. Idén a korábbi nyárvégi határidő helyett már tavasszal leadhatták igénylésüket a települések. Erre azért volt szükség, mert az előző években nem mindenhová érkezett meg a fűtési szezon előtt a tüzelőanyag. Október 31-ig várjuk a, a kérelmeket. Jelenleg 14 kérelem érkezett be, és a szociális bizottsága, a képviselőtest szociális bizottsága november 3-ig elbírálja a kérelmeket, és az elbírálás után a döntéstől minden kérelmezőnek értesítés küldünk, és terveink szerint, mivel most már a tűzifa fizikálisan is rendelkezésre áll, karácsonyig ki fogjuk szállítani. A kormány 2011-ben indította el a szociális célú tüzelőanyag programot. A megítélt támogatási összeget szeptember 15-éig megkapták a települések, a tüzelőt pedig legkésőbb 2024. február 15-éig kell kiosztani a rászorulóknak.